És például Magyarországnak és Romániának közös érdeke a Schengeni határ megszüntetése. Én egy olyan választókerületnek vagyok a parlamenti képviselője, amelyhez nagylak tartozik. 13 millió be- és kilépés történik egy évben nagylakon az én választókerületemben. Ha valaki, akkor én értem azt, hogy mit jelentene a Schengeni határlebontása. Hogy az Európai Unió és a brüsszeli bürokrácia rosszul használja a hatalmát és túlzottan bürokratikus azt Románia, és az itt élő összes magyar ember megtapasztalhatta, hiszen Schengen kapcsán visszajelnek a hatalmukkal, és csuklóztatják Romániát, miközben Ukrajna számára opáját garantálnak. Migránsok jöhetnek szabadon az Európai Unióba, az Ukrán Gabona szabadon jöhet az Európai Unióba, de Románia számára megmaradt a Schengeni föltételrendszer, a szárazföldi átlépés keretében már az egy óriási előrelépés, hogy légi és tengeri úton március 31-ével változások lesznek.